Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit Niagara Fallsból, mely egy kanadai kisváros a vízesés mentén. Eredetileg irokézek laktak itt, aztán a 19. század elején már beindult a turizmus, ugyanis a vízesést a világ egyik természeti csodájának tartották. Ekkor költöztek minél többen ide, és hát turizmusból éltek meg jóformán. Aztán folyamatosan fejlődésnek indult a város, és hát most ilyen amcsi jellegű, szórakozó feelingje van, habár most épp egy szép kis parkban sétálok, de eléggé ilyen észak-amerikaias dolog, ugyanis rengeteg a kaszinó, vidámpark, tehát tényleg a szórakoztató ipar, minden egyes ága megtalálható itt, mindenféle szerencsejátékos dologtól elkezdve, tehát tényleg ilyen gyors kocsi pályák, valamint gokárt, mindenféle. Szóval kicsit nézzünk szét, és igen, egyébként azt akartam még mondani, hogy 86 ezeren laknak itt, szóval azért annyira nem is kisváros, ha bár észak-amerikai viszonylatban ez nem túlságosan nagy. Szóval nézzük meg a központot, és konkrétan ezt, amit felsoroltam, milyen szórakozási lehetőségek vannak. Egyébként, hogyha itt szeretnétek megszállni, tehát nem azt az opciót választanátok, amit én, hogy reggel korán busszal eljövök Torontóból, és este már megyek is vissza, hanem szeretnétek itt megszállni, akkor olyan 320 dollár körül van egy olyan hotel, mely a vízesésre nyújt kilátást, valamint vannak olcsóbb motelek és hostelek is, hát ezek is borsosabbak. Egy okés háromcsillagos hotel azért az is olyan 130 dollárba kerül, szóval ezzel mindenképp számolni kell, booking.com-on és Airbnb-n is, habár sok foglalást inkább itt helyben lehet intézni, ugyanis helyi családok üzemeltetnek moteleket például, tehát ilyen opció is van, hogy spontán próbáltok foglalni, mondjuk ez fő turista szezonban lehet, hogy egy kicsit neccesebb, és lehet, hogy nem találtok akkor semmilyen szállást. Na hát akkor nézzünk szét a központban, hogy hogy is néz ki. Csupán 130 kilométerre van Torontótól, ez forgalomtól függően olyan másfél órával vagy két órával telik busszal, de van egyébként vonat is, csak bizonyos órákban ez több időbe telik, ugyanis át kell szállni, tehát két vonatra van szükség, úgyhogy én inkább ezt a buszos megoldást választottam. Egyébként kikiáltották saját magukat a friss házasok központjának, fővárosának, tehát ilyen honeymoon capital, ez az egyik beceneve ennek a kisvárosnak, szóval tényleg rengetegen jönnek ide a mézes heteiket itt tölteni. Ez itt a Clifton Hill, itt kezdődik a szórakozó negyed, az éjszakai élet központja. Hát van itt mindenféle, tehát ahogy mondtam, például itt szemben velem egy ilyen 4D-s dinoszauruszos mozgó, nem tudom mi lehet, dinoszaurusz lovaglás vagy ilyesmi, meg van egy Dracula kastély is, tehát egy ilyen haunted house, ilyen kísértett kastély. Ezek ilyen tipikus vidámpark dolgok, nem tudom, hogyha mennyire néztetek ilyen amerikai filmeket, ahol ilyesmik megjelennek, tehát ahhoz lehet hasonlítani, valószínűleg ilyesmi, hogy ne akarnak ijeszteni, meg előugranak ilyen furcsa figurák, nem tudom, ez annyira nem mozott engem soha, a Müncheni Oktoberfesten sem próbáltam ki semmilyen ilyen kísértett kastélyos ijesztő, meg nem tudom, ilyen torsz figurás dolgokat, lehet, hogy túl komoly vagyok hozzá, szóval nem az én feladatom lesz majd ezt bőven bemutatni nektek, csak szerettem volna úgy körülbelül felületesen bemutatni, hogy mi is van itt, és milyen az élet a vízesésen túl, ugyanis az előző vlogban ugye bemutattam a vízesést, és gondoltam legyen egy külön vlog, ahol egy kicsit megmutatom a települést is, a várost. Nézzük, hogy mik vannak itt. Hát például itt egy ilyen viasz múzeum van, ahol
tudsz fotózkodni ilyen mű Jack Sparrow-val, mű viaszos Jack Sparrow-val, meg a vasemberrel, az Iron Man-nel, tehát ja, meg Elvis-t ismerem még fel, többieket nem annyira. Szóval ilyeneket lehet itt találni. Következőkben inkább nem is mondok semmit, csak egyszerűen élvezzük a látványt, amennyire élvezhető. Vannak itt azért szép parkok is, nem csak zajos és hangos vidám parkok, hanem ha az ember szeretné kicsit pihenni, akkor erre is van lehetőség. Látványosságot mégis csak kipróbálok, ez pedig a Niagara óriás kerék. Szép lesz majd a kilátás a Niagara vízesésre. 2006-ban nyitották meg a turisták előtt, és 10 millió dollárba került. Egyébként érdekes még, hogy a kabinokat Svájcban gyártották, és fel vannak készülve a különböző időjárási körülményekre, ugyanis nyáron, ha túl nagy a hőség, akkor be tudják kapcsolni a légkondit, valamint télen fűtik is a kabinokat. 16,5 dollárba kerül a belépő, és körülbelül a 12-15 percet élvezheti az ideglátogató turista a szép kilátást, valamint az óriás kerékben való tartózkodást. Azt kifelejtettem, de egyébként látszik, hogy Niagara Skyville a hivatalos elnevezése, és egyébként 53,3 méter magas, szóval nem éppen kicsi. Most kapásból nem tudom, hogy mekkora a Budapest táj, de talán hasonló a mérete, így szemre hasonlónak tűnik.
Erre csak azt tudom mondani, hogy Jézus Mária. Igazából a Niagara Falls városkáról szóló úti film akkor lenne teljes, hogyha bemutatnám a híres Chamshan buddhista templomot. Hát erre sajnos nem volt lehetőségem, hogy 5-kor zár ez a templom. Egyébként pár helyen reklámozták is a városban, hogy érdemes oda ellátogatni. Szóval fontos látványossága a kisvárosnak, de szerintem nem sokról maradtunk le, főleg, hogy például Bangkokban éppen elég buddhista templomot láttunk már, körülbelül 600 milliót, na mindegy, épp annyit nem, de tényleg rengeteget.
volt tehát a rövid bemutató Niagara Falls városáról. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogyha ez így van, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha ezt még nem tettétek meg. Nagyon fontos megnyomni a csengő gombot, és így biztos értesültök meg az új tartalmakról. Legyen szép napotok, vagy szép estétek. Sziasztok! Baby, let it be.